Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Folytatódik a Gyújtópont itt a Hit Rádióban, a mikrofonnál Király Tamás, vendégünk pedig dr. Szabó András házi orvos, akivel az oltások menetrendjéről fogunk beszélgetni. Itt van velünk a vonalban. Szerbusz András, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is. Azért is tartottuk fontosnak, hogy téged felhívjunk, hiszen te gyakorló házi orvosként azért rálátsz itt az oltási menetrendre, és nagyon sok a kérdés. Mondok egy személyes dolgot rögtön az elején, én tegnap kaptam meg a koronavírus elleni oltást, méghozzá a kínai vakcinát, telefonált a házi orvosunk, hogy lehet menni, mi nagy örömmel mentünk. Viszont, hogy nagyon sokan például, amikor írtam a Facebookra, hogy mehetünk oltatni, akkor úgy bekommentelték, hogy hát ők meg idősek, krónikus betegek, még nem kerültek sorra. Milyen logika alapján szelektálnak most abban, hogy ki kap oltást, meg ki nem kap oltást? Igen. Hát akkor, amikor ez az egész elindult, akkor minket, mint házi orvosokat, kormányhivatal nem tájékoztatott az oltási tervről, de kezdett kirajzolódni számomra egy logikusan követhető terv, amit alá is tudok írni, így, mint a végvárakon dolgozó orvos. Az első vonal az ilyen oltópontokon indult, és 80 év fölötti idős krónikus betegek voltak az első célpontok, akiket, mivel hát ők a legkitettebbek a koronavírus járvány során, ezért ők voltak az első célpont. Igaz, hogy nagyon kevés embert tudtunk akkor beküldeni, és most itt nem gondolok az egészségügyi dolgozóknak. Ennek mi volt az oka? Nem volt elég oltás, vagy nem akartak oltatni az emberek? Nem, itt a Pfizerrel volt az oltópontnál az oltás, és kevés oltás volt átrendelkezésre. Házi orvosokat, én akkor úgy emlékszem, hogy 10 embert, egy 10 idős embert, vagy 2x10-et tudtam beküldeni az oltópontokra, és akkor a 80 év feletti páciensek voltak a cél, és ugyanez a populáció volt a Modernával is a célpont, amiket, mivel a Moderna egy jobban kezelhető, tehát így a háziorvosi berkeken belül jobban kezelhető készítmény volt, kevésbé volt hőmérséklet érzékeny, mint a Pfizernek a vakcinája, ezért Modernát is hozhattunk el, és az idős embereket Modernával is oltottuk. De ez hogy volt? Te elmentél egy oltópontra, az a kis autóddal oda utaztál, és... Nem, hanem az történt, hogy az oltóponton volt a Pfizer oltás, ahova a pacienseket küldtük, és a Moderna, mivel kevésbé hőérzékeny vakcina, azt meg elhoztam a rendelőbe, és a rendelőben oltottunk idős embereket. Értem. Egyébként mondjuk a Pfizernek a tárolására nektek egyáltalán lett volna kapacitásatok? Nem. Tehát, hogy ilyenkor nem az, hogy adnak láttam egy fagyasztót, vagy egy hűtőt. Nem, de láttam olyat, tehát volt egy-kettő próbálkozás, hogy a fagyasztóból kivett poralakú készítmény még oldás előtt megkapta a háziorvos, és akkor hűtőben az egy pár órát, vagy talán pár napot is rendelkezésre, tehát lehetőség volt ott tárolni, és egy pár napon belül kellett azt az oltást eloltani úgy, hogy a háziorvos higította fissóval, fiziológiás oldattal, de általában a Pfizer vakcinákat azokat oltópontokon kapták meg a páciensek. És ugyanilyen oltópontokon adták a Sputnik nevű vakcinát, az is számomra pontosan nem világos, hogy miért, de valószínűleg a tárolás és a magának a vakcinának a kezelését nem bízták a házi orvosi alapellátásra, és a Sputnik vakcinát is oltópontokon kezdték el adni, csak ott más volt a célcsoport, ott nem a 80 plusz krónikus páciensek, hanem az egyensúlyban levő, vagy nem beteg, 60 év fölöttiek kapták meg az oltást. És a kérdésedre válaszolva, itt jön az, hogy van úgy, hogy bizonyos korcsoportokhoz hozzárendelt oltóanyagból, ha kevesebb jött be, akkor a másik korcsoportot hozzárendelt, például kínai vakcina viszont tömegesen állt rendelkezésre, így beelőzhettek olyan fiatal emberek, akiknek nincs betegségük, vagy elenyésző, vagy egyensúlyban van, és ajánlott volt mondjuk például a kínai Sinopharm
Sinovac vakcinája, és így fiatalabb emberek megkaphatták hamarabb az oltást, mint a Pfizerre és a Modernára váró páciensek. Te mit tanácsolsz háziorvosként mondjuk azok esetében, akiknek nincs krónikus betegségük, nem idősek, hogyha felajánlják mondjuk a Sinopharmot, vagy a Sputnikot, ugye a kínait, vagy az orosz vakcinát, akkor azt fogadják el, és oltassák be magukat, vagy inkább várjanak még pár hetet, vagy pár hónapot a Pfizerre, vagy a Modernára? Én nekem az a tapasztalatom, mert én tömegesen oltok, és tömegesen oltottam a Pfizer kivételével gyakorlatilag minden oltással, hogy válasszák a páciensek, ha felajánlják a kínai vakcinát. Mivel a technológiája, de ezt gondolom, hogy nem én vagyok az első, aki ezt a rádióban, vagy bármilyen média felületen ezt kommunikálja, a technológiája, a gyártási metódusa az hasonló az influenza elleni védőoltás vakcináinak, hiszen egy jelölt vírust hordoz maga a vakcina, és ez váltja ki az immunválaszt. És mivel én már évtizedek óta oltok influenza ellen, és hát látom, hogy nagyon elenyésző, tehát nálam például 30-28 év távlatában egyetlen egy oltási szövődménye nem volt, több ezer oltást adtam be influenza ellen. Az influenza is kínai, nem... ugye? Tessék? Egyébként az influenza elleni oltás is kínai vakcina, hát, ugye? Nem, én úgy tudom, hogy amivel mi oltottunk, az vagy magyar, vagy pedig vagy valamilyen, nem tudom a forrását, de a technológiája, ez az előtt... Akkor én ezt kevertem egyesre, igen, hogy a technológia igen, az viszont a technológiai az ugyanaz, és én úgy tudom, hogy Magyarországon most nem csak az influenza elleni védőoltást kezdték el gyártani, hiszen az influenza elleni védőoltást azt magyar gyárak is csinálják tudomásom szerint, és mi ezekkel oltottunk, hanem ezt a technológiát, amit a Sinopharm is alkalmaz, ezt alkalmazni fogják Magyarországon, és elkezdi Magyarország is gyártani, a nem a legmodernebb, de megbízható koronavírus elleni vakcinát is, amely hasonló a kínai jelenleg elérhető vakcinához, amelyet teljes jó lelkiismerettel tudok bárkinek ajánlani, akinél nincsenek ilyen olyan krónikusan betegség, amelyek fellobbantak, vagy nem kezeltek, vagy akut gyulladásos megbetegedések, de ilyenkor általában a többi oltási leírat is azt írja, hogy nem javasolta abban az időszakban az oltás beadása. És úgy láttam, hogy ezt a kínai vakcinát azt elkezdték tesztelni a fiatalabb populáción is, és jó effektivitással, vagyis úgy néz ki a dolog, hogy a 3 év fölötti gyermekek is alkalmasak leszek ezáltal a vakcina által a koronavírus elleni védelemre. Akkor azt meg, vagyis azt kimondhatjuk akkor, hogy aki felhívnak, hogy lehet jönni oltatni, bármelyik jelenleg forgalomban lévő vakcinával, tehát az 5 vakcinával bátran oltathat, ugye? Ez így van, ez így van. Látom a meccset a nagyvilágban, látom azt, ahogyan mennek a kommunikációk, adok-kapok, jobbról balra, balról jobbra, és én pedig itt a végvárakon, ahol oltanom kéne, azzal szembesülök, hogy a páciensek hezitálnak, pontosan a hírek hallgatása vagy olvasása miatt, és ez számomra nagyon-nagyon megnehezíti az oltási kampány kivitelezését. Azt kell, hogy mondjam, hogy már-már, tehát undorító szintre fajul, és hogyha kicsit belelát az ember a színfalak mögé, és látja azt, hogy mondjuk a Brexit során Anglia kezd eltávolodni Európától, és akkor jön egy ilyen hír, hogy az AstraZeneca-t, amely oxfordi fejlesztésű, nem akarják adni nagyon Európába, vagy például az arab világ az elutasítja a Pfizert, és az Kínát célozta meg, és a kínai vakcinával olt, vagy EU, az az orosz és a kínai vakcinát azt elutasítja, hiszen érdekelt a Németország kapcsán a Pfizerben, összezavarják az embereket, és ha Angela Merkel
elhúzza a száját mondjuk az Astrával kapcsolatosan, akkor utána szerintem százezrek vagy milliók fogják figyelni magukon az ilyen oltási mellékhatásokat, vagy ilyen reakciókat, hogy most volt-e láz, vagy volt-e izomfájdalom, és akkor azt fogják mondani, hogy hú, ez egy nagyon gyér oltás, és akkor az AstraZeneca oltása megáll mondjuk Európában. Jelenleg ez történt, és akkor most látom, hogy a harmadik fázis még igaz más országoknál nem végződött be, mondjuk más oltóanyaggyártóknál, például a kínai, vagy a kínainál még nincs vége, de azért oltják bizonyos országok, hiszen vészhelyzet van. Igen. De azt kell, hogy mondjam, hogy most, hogy a harmadik hullám így elindult, és elég nagy vehemenciával csapott le Európában. Most például az Astrával kapcsolatosan is megváltoztak a vélemények, és látom, hogy igaz, hogy 60 év alatti populációtra csinálták meg ennek az engedési protokollját, de azt látom, hogy elkezdik a 60 év fölöttiket is oltani az Astrával, hiszen pontosan a kommunikáció miatt felhalmozódott jó pár millió ampulla, és akkor most hát ott van a kézügyben, és a Brexit ide vagy oda, elkezdik az Astrát újból Európába oltani. Szóval, és egyébként hogy látod, ezek a kommunikációs dolgok mennyire nehezítik a dolgoktokat? Tehát mondjuk van olyan, hogy nyilván nem arra kérlek, hogy az orvosi titoktartást szeg meg, de hogy van olyan, hogy fölhívjátok a pácienst, és akkor azt mondja, hogy hát a kínait nem szeretném, mire te megmondod, hogy tessék megnyugodni, oltassa be magát? Hát persze, hát például, hogy nem akarom a médiát megjelezni, hiszen szeretem. Viszont, hogy médiában kommunikál egy orvos, akár politikai megfontolásból, vagy akár az ő saját szakmai megfontolásából, hogy hát a kínai az még nincsen engedélyezve Európában. Viszont több 10 milliót már beoltottak, és a harmadik fázis már végefele közelít is. Hát, hogy az ebola járvány kapcsán ugyanígy volt Afrika, hogy nem volt meg a harmadik fázis vizsgálat az ebola elleni védőoltás kifejlesztésén, és mégis oltották az afrikaiakat, és jól sikerült, és védelem volt. Most ezt Európában kommunikálják mondjuk a kínaival kapcsolatosan, és kárt okoz az alvégeken számunkra, ugyanis meghallgatják ezt a médiát, ezt a riportot, vagy interjút, paciensek, és utána pedig elbizonytalanodnak a kínai vakcinával kapcsolatosan, és szerintem ez így megy széles rétegekben, hiszen fölröppen egy hír a Pfizerrel kapcsolatosan, akkor ott lesz elbizonytalanodás, vagy Amerika fúj, és akkor arab országok. Vagy hogy mondjuk az ukránok nem hajlandók orosz vakcinával oltatni. De akkor szerinted ezek csak és kizárólag politikai megfontolások? Ugye például a kínai vakcinával kapcsolatban pont az egyik pártegészségpolitikusa mondta azt, hogy hát igen, mert kínaiul van a használati utasítás. Pont tegnap itt a interjúban Csókai András idegsebésszel interjúztam, aki kérte, hogy ne legyen politika ugye ebben. De hogy szerinted akkor itt tényleg elmondhatjuk, hogy ez csak és kizárólag politika, és nem az van, hogy így akarják valójában megóvni az emberek életét, mert ugye ezek a politikusok azt mondják, hogy olyan oltással ne oltassanak, amit az Európai Gyógyszerügynökség nem fogad el. De akkor ezek szerint senkinek az élete nem kerül veszélybe, mert szintén személyes példa, hogy mi azért a feleségemmel, amikor beléptünk a rendelő ajtaján, akkor annak ellenére, hogy nyilván mondjuk első nap regisztráltunk az oltásra, meg minden, de egy ilyen fél másodperccel azért bennünk is megfogalmazódott az, hogy biztos, persze, hogy jó ötlet. De pont igen, azért, mert a médiában azért ezek a hangok talán fel is vannak erősödve. Én szerintem igen, tehát egyrészt politika, másrészt azért abban igaza van a kollégának, illetve azoknak az embereknek, akik kötik az ebeket a karóhoz, úgy mondjam, hogy tényleg még az európai bevizsgálási procedúrán ez nem ment át, ez az oltóanyag, de tehát vészhelyzet van, és azt el kell, hogy mondjam, de talán már a Hit Rádióban is beszéltem arról, hogy 2009-ben, amikor a sertésinfluenza tarolt Európában, akkor megváltozott az influenza elleni védőoltás előírata. Addig sem kismamát, sem szoptatós anyát nem lehetett influenza elleni védőoltással oltani.
Tehát az biztonsági okok miatt az influenzai védőoltásban annak a leíratában benn volt, hogy sem terhesnek, sem pedig szoptató anyának nem lehet oltani. És amikor a vészhelyzet úgymond lecsapott, akkor kénytelenek voltunk oltani, és az lett a tapasztalat, és ez egy kicsit olyan kísérleteztünk, de hát azért nem kísérlet volt ez, hanem háború a sertés influenzával szemben, akkor kiderült, hogy olt, tehát hogy semmiféle probléma nem alakult ki a terhesekben, sem a szoptatós anyáknak a gyermekeiben, és azóta viszont kifejezetten ajánlják mind a szoptatós, mind pedig a kismamáknak az oltását influenza ellen, hiszen a méh lepényen keresztül átjutnak az elnanyagok, a tejen keresztül kiválasztódik az elnanyag, és a gyermek is védetté válik a koronavírus, vagy hát az influenza vírussal szemben. Ezt csak azért mondtam el, mert egy-egy ilyen pandémia, vagy egy-egy ilyen vészhelyzet olyan helyzeteket produkál, amikor lépni kell, igen, és a kevésbé rossz fele kell lépni. Nagyon érdekes, hogy miközben beszélgetünk, pont egy friss hír kijött, hogy Sebastian Kurz, Ausztria kancellára kijelentette, hogy az Európai Gyógyszerügynökség túl lassú, és több európai gyártócégnél is előakadások vannak, és ezért igen, Ausztria sem akar függeni az EU-tól igen, vakcina ügyben, úgyhogy ez nem csak egy ilyen magyar politikai sajátosság. Viszont ami érdekes, és ezen mi is elgondolkodtunk, hogy a kínai vakcinát mennyire fogják vajon elfogadni különböző európai országokba, vagy nyugati országokba történő beutazásokkor. Ugyanis lehet arról is hallani híreket, hogy nem biztos, hogy ebben a helyzetben mit lehet tenni, ha mondjuk valaki azért oltatná be magát, hogy egyébként meg nyugatra utazhasson. Igen. Hát ez a kérdés azért is nagyon fontos, mert pontosan ez volt az egyik hír, amely megakasztotta az embereknek az oltakozási kedvét a kínai vakcina tekintetében, meg az orosszal kapcsolatban is, de ott az annyira nem tömegesen volt az oltás. És fölhívtam a kormányhivatal illetékesét, és akkor ő már előre mondta azt, ami most már többen tudunk, hogy Magyarország nem fogja ráírni az oltási igazolásokra. De képzeld el, hogy ami oltási igazolást mi kaptunk, arra ragasztottak viszont más, egy matricát, vagy az még nem a kártya. Az nem az. Aha. Az csak egy igazolás, hogy megkaptad, és központilag ez a... Az EST oldalán központilag történik a regisztráció, és központilag kapja meg az átvészelt fertőzés és a vakcináció után az ember ezeket az igazolásokat, és erre már döntés született Magyarországon, hogy nem fog rákerülni. Úgy hallottam, hogy Európa egyelőre még ezt politikai zsarolásként használja mindaddig, ameddig a kínai vakcina át nem fog menni ezen a vizsgálati procedúrás az orosszal együtt, és azt azért nehezen tudom elképzelni, miután Kína egy most már talán a világ vezető gazdasági hatalma, mondjuk az arab olaj sejkekkel együtt, hogy kiszorulnak az arab országok is, a Kína több milliárd embere az EU-s gazdasági tárgyalásokról és az utazásokból. Tehát egyszerűen szerintem ez hangulatkeltés, szenzáció hírként el lehet adni egy pár napig, ezen fölkapják az emberek a fejüket, de ezt nem hiszem, hogy demarkációs vonalként a magyar lengyel, ha bár a lengyeleknél pont kijött az, hogy tényleg sem a kínai, sem az orosz vakcinát egyelőre nem fogadják el, és ők is kötötték az ebet a karóhoz, de én úgy gondolom, hogy az élet azért utat tör magának, és ha más utakon kell, akkor nem csak Ausztriának, hanem más országoknak is vakcinát beszerezni, hiszen itt a harmadik hullám. Titeket, házi orvosokat mennyire állít kihívás elé egyébként ez az egész oltási helyzet? Bírjátok a tempót? Igen. Nekem abban a szerencsében van részem, hogy nagyon jó kis csapattal dolgozom együtt. Nagy a praxisom, tehát közel 4000 embert látunk el Pécsen, és mellettem dolgozik egy kiváló háziorvos kolléganő, és három asszisztenssel együtt dolgozom, úgyhogy öten csináljuk eznek a 3600-4000 embernek az ellátását, és kidolgoztunk olyan protokollokat, akár a beteg
betegek értesítésében, akár pedig a vakcináció lefolytatásában, amely szinte már úgy mondom, hogy szalag szinten működik, de hát ez így nem jó mondani, mert minden emberrel kommunikálunk, meg fölveszik a kapcsolatot, meg odafigyelünk, stb. De mivel tömeges oltásról van szó, tehát 2 óra alatt 30-40 oltást is be kell adni, ezért hát úgy mondjam, hogy már automatizmusokként működnek a dolgok, de oda kell figyelni, hiszen emberi testtel, emberi lélekkel, emberi szellemmel van kapcsolatunk, és ezért nagyon fontos az előtte a vizsgálat, aztán a hőmérsékletmérés, tehát nagyon oda kell figyelni, de már automatizmusokként működik, de úgy látom, hogy bírjuk, sőt, az volt a tapasztalatom most is, hogy pénteken még nem kaptunk hét, hétvégén nem kaptunk hét, hogy ezen a héten mit oltunk. Tehát úgy érzem, hogy kapacitás szempontjából mi nekünk még van kapacitásunk arra, hogy oltsunk, annak ellenére, hogy nagyon nagy kihívás az, hogy közben pedig a krónikus betegek vagy akut betegek ellátása is megtörténjen, de most a prioritása az oltásnak van. És hogy lehet, hogy most nagyobb számban érkeznek vakcinák? Felgyorsulhat az oltás? Ugye Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke mondta azt, hogy húsvétig aki regisztrált, legalább az első adagot megkaphatja. Igen, tehát a múlt héten volt az, hogy 74 darab kínait kaptam, és mellette kellett még oltópontokra küldenem embert, tehát több mint 100 oltás történt meg a múlt héten. Most a tegnap este folyamán már 260 embernek az oltás, tehát 120-ra emelkedett, és már itt van a második oltás is. Azt hiszem a Moderna kerül ezen a héten, azt hiszem pénteken az a 10 embert oltjuk, akit még az elején Modernával oltottunk. Tehát úgy látom, hogy van még kapacitás, de most nagyobb tömegével kezdjük el oltani, és látom, hogy most jött Pfizer is, amellyel végre az idősebb generációt is be tudjuk lendíteni, az idősebb krónikus betegeket. Tehát most tényleg az van, hogy lendületet vett ez a terület, és reményeim szerint valóban teljesíteni tudjuk ezt a tervet, amelyet a miniszterelnök úr felállított számunkra, vagy elvárást. Ehhez kívánok nagyon sok sikert és Isten áldását. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk az elmúlt percekben, dr. Szabó Andrással beszélgettünk. Köszönöm, Tamás, és üdvözlöm a hallgatókat, és jó oltakozást kívánok!